ez a mi kis nyelvünk nem ilyen kicsi határok között élne meg, akkor a lírai költészet területén több világhírű költőnk lenne, és ezek között mindenképpen helye lenne Arany Jánosnak. Hát bizony, ha belegondol az ember, hogy a fáma szerint annak idején szalontán a hamuba betűket rajzolgató kisgyerek Vergilius-on, Dantén, Homéroszon keresztül eljutott a bravúros Shakespeare fordításaig és a Magyar Tudományos Akadémiáig, akkor elég nagy utat tehetett meg. Fantasztikus ember volt, és azt hiszem, hogy ha így röviden kell beszélni róla, életének egyik legnagyobb drámája az volt, hogy Petőfi Sándort ilyen hamar elveszítette. Ugyanis szerelmesen szerette Petőfit. Nagyon érdekes, hogy a fia, Arany László mesélte, hogy Petőfi halála után nagyon sokszor álmodott vele. És akkor kérdezték, hogy mi volt ez az álom, akkor mindig azt mondta, hogy repültünk. Repült a Sándorral a levegőbe, a teljes szabadság érzetét keltve. Ez volt a visszatérő álma Petőfi. Képzeljék el, hogy neki köszönhető az a kapitalizmus világának megjelenése a magyar lírai költészetben. Először aranyversben jelenik meg, amelyben hát többek között ugye azt írja, a gondolatok a Békekongresszus felől című versében, hogy addig itt nem lesz az emberiségnek jóléte, midőn a munka és vagyon egymástól messze esnek, és a tökélyre vitt csalást mondhatni rendszeresnek. Írta ezt 1850-ben. Utána lehet nézni. Aztán egy másik érdekesség. 1877-ben megírta a Civilizáció című versét, amely akár egy mai irodalmi lapban is, kvázi mint egy aktuális vers megjelenhetne. Idézek ebből is. Ezelőtt a háborúban nem követtek semmi elvet. Az erősebb a gyengétől, amit elvehetett, elvett. Most nem így van. A világot értekezlet igazgatja. S az erősebb, ha mi csínyt tesz, összeül és helybe hagyja. Szegény édesapám, ugye, aki minden este olvasott nekem. Hát végül is, ha jól belegondolunk, a Toldi is, nem az estéját, főleg az első része, az is, hát az is tulajdonképpen egy meseszerűen bonyolított népi költemény, ugye egy nagyszerű népi hőssel, Toldi Miklóssal, amit már egy gyerek is abszolút apercipiál követni tud, vele tud menni, fölnézhet rá az erejére, a tisztaságára, az emberségére.